karneváli hangulat a Kocsonya farsangon. A négy napos fesztiválon a gasztronómia állt a középpontban. Részletgazdag makettek Miskolcon. Több száz modellt tekinthettek meg a kiállításra látogatók. Merész álmokat szöveget a hegyaljai város. Európa kulturális fővárosa 2023 címet tűzte ki célul Tokaj. Nemzetközi sakkverseny a Borfaluban. Több mint százan neveztek a rangos megmérettetésre. Tisztelt nézőink! A Globo Televízió heti közéleti magazin műsorát látják. Televízión stúdiójából köszönti Önöket Csizmadia, Havasi Anna. Üdvözlöm a Globo Televízió nézőit! Tokaj Európa kulturális fővárosa 2023 címmel tartott sajtótájékoztatót Mennyi Roland országgyűlési képviselő a Világörökségi Bormúzeumban január 29-én. Posta György, Tokaj polgármestere szerint érdemes nagyokat álmodni, hiszen a pályázati elvárásoknak tökéletesen megfelel a hegyaljai város. Mennyi Roland országgyűlési képviselő arról tájékoztatta a sajtóképviselőit, hogy Tokajt az ENSZ kulturális szervezete az UNESCO Tokaj hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj néven szerepelteti a rangos listán, ilyen borvidékből a Tokaj mellett mindössze 90 Európában. Nem csak irodalmi, hanem vallási, gasztronómiai, infrastruktúrális és kulturális szempontból is kiemelkedő a térségben, nem véletlenül lett 2008-ban a Magyar Kultúra Városa. Polgármester úrral azonnal egymásra találtunk ebben a gondolkodásban. Szerintünk egyértelmű, hiszen a meghirdetett pályázat leírása, mely arra hivatkozik, hogy előtérbe kell helyezni az adott városnak a történelmi épített környezetét, hagyományait, értékeit, kulturális, oktatási, művészeti, sporttal, irodalommal kapcsolatos múltját, jelenét és jövőjét. Tulajdonképpen nincs olyan terület ebben a felhívásban, melynek ne tudna Tokaj városnak, hogy megfelelni, hanem ne vinné a fáklyát ezekben a kérdésekben, és ne lenne önmagától is, nem hogy a jövőbeni fejlesztései tekintetében egy olyan kiemelkedő kulturális város, már ma is Magyarországon, amely betölti ezt a szerepet. Ezen kívül mind a neve a városnak, mind a világszerte megvalósult ismertsége, ahogy említettem, Szentpétervártól Párizson keresztül Kaliforniáig predesztinálja arra, hogy képes lesz bemutatni azokat a hagyományos történelmi és kulturális értékeit, mely meghatározták nem csak Magyarország, nem csak Tokaj hegyalja, de Európa kultúráját is évszázadokon keresztül, illetve annak a védelmét is. Föl kell, hogy álljon egy bizottság, mely koordinálja ezt a feladatot, és el kell kezdenünk gondolkodni azon, nyilván a kiírásnak megfelelő tematikában, hogy milyen módon kell ezt a pályázatot benyújtani, milyen tartalommal kell megtölteni, és ami a legfontosabb, hogy hogyan lehet még úgy a kulturális életet a tokaji, hegyaljai kultúripart fejleszteni, hogy ne csak vonzó, attraktív és szenzációs legyen a kultúra tekintetében, de oly módon valósuljon meg, hogy anyagilag is fenntarthatóvá váljon a város számára. Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél. Posta György polgármester kiemelte, hogy Tokaj neve egyetlen magyar településként nemzeti imánkban, a himnuszban is említésre kerül, ezért is érdemes merész álmokat szövegetni. A város saját rendezvényei komoly múlttal büszkélkedhetnek. Tokajnak jelentős a kulturális infrastruktúrája, rangos fesztiváloknak és programoknak is otthont ad. Biztos, hogy a kultúra, a művészet, a sport, az oktatás, a gasztronómia, az kimondottan hangsúlyt fog kapni a kiírási szempontrendszerben. Ez az előző pályázatból láttuk, és egyébként hozzáteszem, hogy szinte majdnem minden területnek már most valamilyen szinten megfelel a város. Gondolom, nem sokan fölkapják a fejüket arra, hogy Tokaj miért kíván egy ilyen rangos versenybe beszállni. Én azt hiszem, hogy ami Tokajban eddig történt a kultúrával kapcsolatban, és az a kulturális infrastruktúra, ami megvalósult az elmúlt 10 évben, ami több mint 3 milliárd forintból lett megvalósítva. Gondolok itt a Kulturális és Konferencia Központra, a 300 fős kamaraszínházunkra, a Világörökségi Bormúzeumra és a Fesztivál Katlanra. Ezek mind már olyan alapot adnak nekünk, hogy igenis merjünk ilyen nagyokat álmodni, és próbáljuk meg fölvenni azokkal a nagyobb településekkel, városokkal a versenyt, akik ebbe a nemes versengésbe be fognak szállni. Tehát van egy alapadottságunk, ami fakad abból a történelmi múltból és abból a kultúrából, amit Tokaj városa képvisel. Aztán nagyon sok olyan
pont van, amire tudunk támaszkodni. Vegyük ezt a világörökségi címet is, ami azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy van még egy olyan város, aki világörökségi címmel próbált ebbe a versenybe beszállni. Nagyon sok olyan egyéb erényünk is van, azok a természeti értékek, építészeti értékek, és hát azok a kulturális értékek, amelyek jelen vannak. Azt hiszem, hogy a Tokaji írótábor jelenléte, amely ugye már több mint 40 éve ugye itt szervezi azokat a rendezvényeit, vagy a Zempléni Fesztiválra, vagy ugye a Fesztiválkatlannak a programsorozatára. Tehát azt kell mondani, hogy szinte nincs olyan hétvége, amikor ne történne Tokajban valami. És hát azt hiszem, ezek kellő alapot adhatnak arra, hogy igenis ilyen merész álmokat is tudjunk szövegetni, hogy igenis próbáljunk pályázni 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa címre. Ebben a projektben mindenképpen szeretném megvalósítani Tokaji várnak a feltárását, és ott kialakítani azt a régi vágyunkat annak idején, amikor a Szevillai világkiállítási pavilon megépült, volt egy olyan ígéret, hogy ezt Tokajba a Tisza és a Bodrog összefolyásába fogják fölépíteni, és ott lesz láthatóvá téve. Ezt mi nem adtuk fel, ezt az álmunkat, és a Tokaji vár feltárásával és ott az összefolyáson kialakítandó Szevillai pavilonnal ott kialakítanánk egy új olyan kultúrkörnyezetet és egy olyan kultúrparkot, ami tényleg egy olyan turisztikai látványosság lenne, ami egyedivé teszi az egészet. A Holnap Városa címet is elnyerte Tokaj a művészet, a kultúra, valamint az örökség megőrzéséért kategóriában 2015-ben. Az elismerést Északkelet Magyarországon egyedüliként kapta meg a hegyaljai város, rajta kívül csak nagyvárosok vagy fővárosi kerületek büszkélkedhetnek hasonló címmel. Posta György már nagyot álmodni, abban bízik, hogy 2023-ban Európa kulturális fővárosa lesz Tokaj. Több száz kézműves és gasztronómiai árus csalogatta el az ország szinte minden szegletéből az embereket a Beherovka Miskolci Kocsonya Farsangra a megyeszékhely belvárosába január 28-án. Miskolc szívében senki sem unatkozhatott a négy napos fesztiválon, hiszen mindenki megtalálhatta a számára megfelelő programot. Egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválján és vásárán izgalmas koncertek, rendhagyó kiállítások, vidám hangulatú gyermek és családi programok, szemedgyönyörködtető kézműves és népművészeti vásár, valamint rengeteg hagyományos és különleges ízvilágú kocsonya várta a Miskolcra látogatókat. A téli ételek szerelmesei kóstolhattak sertés, füstölt húsos, szárnyas, libamájos, bárányhúsos, sőt, még békacombos kocsonyát is. Volt olyan, aki az ország másik pontjából, Győrből érkezett a Farsangra, hogy első kézből tudja meg, hogyan kapcsolódik a béka a kocsonyához, és hogyan szórakoznak igazán a borsodiak. Kíváncsiak voltunk a Kocsonya Fesztiválra, egy reklámból láttuk, hogy Kocsonya Fesztivál van, és kíváncsi lettem volna, hogy miért remeg a kocsonya, a Miskolci kocsonya, hát ha itt tudnak valami választ mondani rá. Kaptam rá választ. Valami legenda szerint a király elment valami fogadóba, ott főztek kocsonyát, levitték a pincébe, a béka meg beleugrott. Belefagyott, és mikor felhozták, pislogott. És ez a Miskolci kocsonya, ezért pislog. Ilyet hallottam legendába. Ez a sátor itt teli van kocsonyával, jó a forradbor, jók az emberek, kellemesek, úgy jó, jó hangulat. A rendezvény program kínálatában számos gyermek és családi program is szerepelt, így nem csak a felnőttek, hanem a kicsik is találtak maguknak megfelelő elfoglaltságokat. Itt most különböző foglalkozásokon lehet részt venni kisgyerekeknek, nagyoknak is. Most itt lehet látni ilyen békás játékokat, ami gyerekeket és felnőtteket is behívnak. Jól lehet mulatni, és én
is jól érzem magam és barátnőm Emi is. A kiállítást szeretném megnézni majd egy ilyen különleges baba kiállítást, meg kutya kiállítás, az is nagyon jó lesz, én szeretem. Meg táncház. Voltak olyanok is, akiket a megszokás és a különleges hangulatot varázsoló bódik vonzottak ki a szabadba. Régen itt laktunk Miskolcon, aztán minden éven szinte kijövünk megnézni, hogy mi újság. Őszintén nem programok miatt jöttem, csak volt szabadidőnk, aztán gondoltuk, hogy szétnézünk a városba, a kirakodóvását megnézni, hát ha találunk valami érdekeset, meg hát legalább kint vagyunk a levegőn. A sült gesztenye, főtt kukorica, kürtős kalács, forralt bor és minden, ami szemszájnak ingere, azt megtalálhatták a fesztiválra kilátogatók. Nem véletlenül csalogatták a mennyei illatok az idősebbeket is a főutcára. Nagyon szeretem a Kocsonya Fesztivált, ezt a nyüzsgést, ezt a zenét, ami van, ezt a sok finomságot, ezt a sok szépséget, amit lehet látni. Itt a kézművesek, amit művelnek, a sajtok, csodálatosak. A színpadokon a hazai könnyű zenei élet legnépszerűbb előadói léptek fel, így a négy napos eseményen minden korosztály megtalálta az igényes és színvonalas szórakozási lehetőséget. Az első alkalommal, amikor megrendeztük, akkor már elképzeltük ezt, hogy itt a belvárosba melyik területen rendezzük meg. Ez annyira bevált, hogy ezen és az alapvető dolgokon nem volt szükséges véleményünk szerint, meg a közönség visszajelzése alapján változtatni. Úgyhogy inkább a program elemek voltak azok, amelyeket finomítottuk évről évre. Itt például most a színvaterasszon található egy gyerek és családi színpad, ahol elsősorban a családosoknak és a gyerekeknek kínálunk programot. A másik két színpad az pedig inkább a felnőtteknek szól, de itt is nagyon széles a kínálat, hiszen azt gondolom, hogy a legfiatalabbaktól az idősebbekig mindenki megtalálhatta a számítását, hiszen régi neves nagymúltú rockzenekarokon kívül tényleg klasszikus számba menő előadó Karocki László például ő is szerepelt a kínálatban. Ilyenkor az egész belváros átveszi ennek a forgatagnak a hangulatát. Több mint 200 kereskedő települt ki a belvárosban, ebből 100-nál több, akik gasztronómiai kínálatot nyújtanak, a többiek pedig ajándéktárgyakat és kézműves termékeket árusítanak. A kulturális programok azok elég bőségesek, hiszen három színpadon kínálunk zenei programokat, ingyenes koncerteket, ahol a hazai könnyű zenei élet legismertebb előadói lépnek fel, és természetesen miskolci fellépők is. Ezen kívül kiállítás, vásár, gyerekprogramok, vidámparki elemek is várják az ide látogatókat, és úgy gondolom, hogy elég széles a kínálat ilyen szempontból. A tavalyi évben több mint 200 ezeren látogattak el a nagy sikerű rendezvényre. A szervezők abban bíznak, hogy idén még többen érkeznek a téli fesztiválra. Már hatodik alkalommal álltak csatasorba a furmintok, hogy meghódítsák a borbarátokat. A furmint szempontjából koncentrált hónapban szerte az országban, többek között a Városligeti Vajdahunyadvárban is éttermek, borkereskedők állították a középpontba ezt a szőlőfajtát. Ha eljön a farsangi szezon, akkor a borkedvelők biztosak lehetnek abban, hogy a furmint február megnyitja kapuit. 2016-ban már hetedik alkalommal rendezik meg ezt a jeles eseményt, amelynek idén is a Vajdahunyadvár adott otthont. Az eseménysorozat nyitó rendezvényére a nagykóstolóra február 4-én került sor. Alapvetően első évben 30 boros kiállítónk volt, a másodikban 42, idén pedig 94. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta fejlődés, ez egyértelműen azt mutatja, hogy növekszik a rendezvény.
Egyébként nekünk nem célunk, hogy extra nagyok legyünk, azért is van rendezvény csütörtökön, hiszen ez egy szakmai rendezvény, és nekünk nagyon fontos az, hogy a szakma találkozzon itt, szomeliék, kereskedők, borászok, borújságírók jöjjenek el ide, és beszélgessenek. Egyre többen kóstolnak jó minőségű bort, egyre többen járnak bortanfolyamokra, egyre többen jönnek el ilyen tematikus rendezvényekre. Ennek az eredménye az lesz, hogy az átlagfogyasztó is egy magasabb szinten tud kóstolni. De az biztos, hogy az alapborokat sokkal jobban ismeri már egy átlagfogyasztó, és sokkal könnyebben tudja megközelíteni azt, hogy mit szeretne valójában. A szakmai rendezvényen közel 100 prémium furmintot kóstolhattak meg a furmint szerelmesei. A szinte kizárólag magyar illetékességű furmint népszerűsítése minden pincészet számára küldetés. A borász mindig támogatja a következő generációt, hiszen telepíteni szőlőt nem magunknak telepítünk, hanem előre 30-50 évre. És jó látni, hogyha van, aki tovább viszi azt az értéklendet, amiben mi beleéljük magunkat, amiben mi a következő generációt ugye beleneveljük, és nagyon sok helyen a világban fogadnak gyakornokokat a nagyon jó nevű pincék. Ez Ausztráliában, de akár Dél-Afrikában, Franciaországban bevett szokás, Kaliforniában rengeteg borász tanonc tanul. Ez valamilyen szinten elvárás is az új generációval szemben, hogy nyelvet tanuljon, kimerjen mozdulni a világba, a világképét egy kicsit nyissa az újabb dolgok, az újabb fajták, az újabb technológiák felé. Tehát, hogy ez nem volt akkor sem, meg most sem különleges. Mi is például már fogadunk külföldről is, vagy Magyarországról is borásztanoncokat. Itt lehet kapcsolatokat építeni, de egyébként meg egy presztízs dolog, hogy jelen vagyunk, főleg egy ilyen rendezvényen, ahova nem lehet jelentkezni, hanem csak meghívásos alapon lehet bejutni. Pest és Miskolc felől érkezve ez az első település, amit Tokaji borvidéken érint az utazó, és így mondtam az első borászat, amelyik belátogathat. A látogató 12-be vettük a birtokot, a 13-as évjárat, 2013-as évjárat az első, ami forgalomba került, palackozásra került és forgalomba került. Ezt kóstoltatjuk most is a 16-os furmint februáron, de már tartályba érlelődnek, tehát az erjedése már túl vannak a 15-ös borok, és nem sokára palackozásra kerülnek ők is. A kiállítók között közismert arcra bukkantunk. Barabáskis Zoltán, a Madách Színház színművésze is nagy borbarát hírében áll, aki gyakran látogat el a Tokaj hegyaljai borvidékre. A furmint február nyitónapján azonban hivatalos minőségében volt jelen. Kovács Peti barátom, aki az Obsidian bormanufaktúra, nagyon jó barátom, most éppen nem tartózkodik itthon, és megkért, hogy akkor vezényeljem le ezt a dolgot, ugyanis hát minden fesztiválon, meg kivonuláson én is ott vagyok vele, segédkezem neki, úgyhogy mindent tudok a dologról, kihoztam a borokat, tacepaót, mindent, és szerveztem ide kis hostess lányt, úgyhogy mindent elintéztem, úgyhogy áruljuk a bort, vagyis nem áruljuk, kóstoltatjuk. A borhoz annyi közön van, hogy ugye 10 éve van ez a borászat, 10 éve járok le a Petivel, minden hónapban egyszer lemegyünk, kóstoljuk, ott a borász elmondja, mi a szitu, hogy van, ilyen borfesztiválokra járunk, tehát és mint egy színész, ugye mindent magamba szívok, és úgy teszek, mint hogyha nagyon értenék hozzá, de az idők folyamán 10 év alatt azért valahogy ez ki is alakult, tehát most már abszolút tudom a cukor, fok, sava a bornak, alkoholja a bornak, a dűlőszelektált, szóval rengeteg olyan hordóban van, nincs hordóban. Szóval egy csomó mindent tudok már egy borról, hogyha elkezdenek mondani valamit itt egy borról, vagy én rákérdezek valamire, hogy mennyi a maradék cukra, vagy valami, akkor tudom, hogy miről beszélek. Sajtóreggelit tartott Török Dezső, a Borsodabói Zemplén megyei közgyűlés elnöke Miskolcon a Megyeházán január 29-én. A rendezvény keretében a sajtó képviselőit tájékoztatták arról, hogy milyen munka folyik az önkormányzatnál, valamint hogy milyen terveket tűztek ki célul.
Hagyományos évelei megyeházi sajtóreggelit tartott Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke. 2016 a pályázatok éve az önkormányzatok számára, ezért a közgyűlés elnöke arról tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy a TOP-ban 17 pályázat szerepel, amiből 15 már megjelent, 2 pedig rövidesen várható. A megye számára elkülönített 93 milliárd forintos keret 60%-át gazdaság, 40%-át pedig infrastruktúra fejlesztése kívánják fordítani. A közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy kiemelt fontosságú az ipari parkok infrastruktúrális fejlesztése, a zöldmezős beruházások, továbbá az aktív turizmushoz kapcsolódó újítások, mint a kerékpáros, a vízi és a horgászturizmus. Török Dezső úgy fogalmazott, hogy a bölcsődékre, családi napközikre és óvodákra is nagy hangsúlyt fektetnek. Fontosnak tartják a férőhelyek bővítését, átalakítását, új telephely létesítését, mozgásfejlesztés segítő helységek kialakítását, játszóterek korszerűsítését. Megyénk fejlesztése érdekében a forgalomcsökkentés, a közlekedés biztonság és az akadálymentesítés is előtérbe kerül, ugyanis az a cél, hogy élhetőbb városi környezetet teremtsenek. 2012-ben megváltozott a megyei önkormányzatok helye, szerepe, feladata. Ennek megfelelően az intézmény működtető önkormányzatokból területfejlesztéssel foglalkozó önkormányzatok alakultak. A mi legfontosabb feladatunk az elkövetkezendő időszakban, hogy 2020-ig 93 milliárd forint EU-s forrásnak a felhasználása az lehető leghatékonyabb legyen. Azt gondolom, hogy azok az indikátorszámok, amelyek számunkra megjelölésre kerültek, ha azok teljesülnek, akkor jó gazdasági helyzetbe kerülhet a megye. Legfontosabb az 559,9 hektárnyi ipari parknak a megvalósítása. Ez azért fontos, mert jönnek a befektetők, akkor lesznek munkahelyek, ha vannak munkahelyek, az emberek nem vándorolnak el a megyéből, mindenki megtalálhatja a számítását. A második és harmadik legfontosabb tényező azt gondolom az önkormányzatok számára az energetikai jellegű felújítások. Rendkívül fontos, hogy a szociális szféra, az oktatás területén a bölcsődei és óvodai ellátások azok jól működjenek, megfelelő épületben tudjanak ezek működni. Ha a hölgyeknek a munkavállalását elő tudjuk segíteni, akkor további foglalkoztatás bővítés fog megvalósulni. Összességében talán ezek azok, amelyek a megye GDP-jét fölfelé húzzák. Azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban rendkívül fontos lenne, hogy 4-5 megyét megelőzve egy picit előrébb legyünk ebben a rangsorban. Kovács János megyei főjegyző úgy fogalmazott, hogy a teljes háttérbázist a hivataluk tudja biztosítani. A megyei önkormányzat készen áll arra, hogy a pályázatokkal kapcsolatos törvényi kötelezettségeknek megfelelően megadja a szükséges szakmai segítségét azoknak a települési önkormányzatoknak, akik ezzel élni szeretnének. A közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a megyei önkormányzat mindent elkövet azért, hogy a rendelkezésre álló keretet az utolsó eurócentig lehívják. Harmadik alkalommal rendezett makettfesztivált a Miskolci Makettezők Egyesülete a Borsodi megyeszékhely Fráter György gimnáziumában január 30-án. A kiállításon több száz modellt szemlélhettek meg a látogatók, gyalogos, lovas karaktereket, szörnyeket, harci gépeket, tankokat és diorámát is. Repülőket, autókat, kamionokat és motorokat rohamoztak meg a gyerekek, persze nem eredeti méretűeket, hanem a kicsinyített másaikat. Nem meglepő, hogy a Makett Fesztiválra látogatók többsége fiú volt, hiszen a modellek nagy része nekik tetsző játékok voltak, főként háborús katonák és harci gépek. Az idősebb korosztály a rendkívül aprólékos munkával megalkotott tankokat, polgári járműveket, vonat és vasút modelleket részesítették előnyben, hiszen amikor ők voltak fiatalok, ezeket a játékokat csak limitált számban lehetett beszerezni. A Miskolci Vasútmodellezők Egyesülete már negyedik alkalommal teszik közszemlére a szervezet tagjai által készített műalkotásokat, hogy kedvezzenek a modellek szerelmeseinek. A háttérben az Egyesületünknek az asztalát láthatjátok, ez közel 9 éve épül. Amit tudni kell róla, hogy 1,87-es kicsinyítésben, tehát H0-as méretarányban épül. Egyesületünk asztala közel 70 méter hosszú, ezt évente többször is a miskolci kiállításokon láthatják a nézők. 9 év alatt számtalan dolgot létrehoztunk, gyakorlatilag a terepasztalunk témája ez egy kétvágányú fővonal, részben villamosítva, részben pedig a klasszikus dízelüzemmódnak megfelelően.
Egyesületünk nagy állomásán látható egy körfűtőház, egy villanyszín, egy dízelszín, tehát minden, ami a nagyvasúti üzemben megtalálható. Türelem, időkitartás, tehát 9 év munkája, 10-15 ember dolgozik rajta folyamatosan. Gyakorlatilag szabadidőben, hétvégenként, délutánonként építgetünk, harigcsálunk, úgyhogy kitartóak vagyunk. Meglepően az idősebb korosztály pozitívan. Tehát a fiatalság nem olyan érdeklődő. Tehát gyakorlatilag az idős korosztály úgymond egy nosztalgiát talál a egész vasútmodellezésben. A Maket Fesztivál Miskolc 2016 és a harmadik Győzelem Pajzsa bajnokságon a játékok kedvelői a kiállítás és a bőrze mellett versenyre is nevezhettek. Többek között formgame, figura, valamint maket gyerek, ifjúsági és felnőtt kategóriákban. A maket kiállítás egy eléggé régi keletű dolog. Más városokban mintegy 20-25 éve rendeznek ilyen vetélkedőket, tárlatokat, így a Miskolci Makettezők Egyesülete úgy gondolta, hogy megyénk székhelye egy elég nagy lélekszámú város, ahol illendő lenne feleleveníteni ezt a hagyományt. Az Egyesület az 2010 óta létezik, és régebben is csináltunk rendezvényt, csak azt Tokajba tartottuk tavasszal, de a Kocsonya Fesztivál, illetve Kocsonya Farsanggal párhuzamosan igyekeztünk inkább Miskolcon helyet találni, mert hát azért a társaság nagyobb része miskolci. És ugye az lenne a kézenfekvő, hogy mi Miskolcon csináljunk inkább rendezvényt. Az online előnevezés folyamán 250-nél is több munkát neveztek be. 97-98 makettezőnek a munkáit lehet látni, de ugye még van helyszíni nevezés is, ami még nem zárult le, tehát még majdnem ennyi munkára lehet számítani a helyszíni nevezésből, illetve lesznek olyan munkák, amelyeket nem nevezték a versenyre, csak kiállítják, és azoknak is ugye a száma még változhat, sőt biztos, hogy változni fog, úgyhogy ez majd valamikor ma estére fog kiderülni, hogy végső soron mennyi makett lesz. Azt meg tudom mondani, hogy körülbelül a nevezett munkák azok háromszor annyi munka volt nevezve, mint a tavalyi évben. Tehát nagyon nagy ugrást hajtottunk most végre ezzel. Nagyon sok kategória van. Nyilván életkor szerint is vannak bontva a kategóriák, tehát a gyerekeket, meg a felnőtteknek, meg a tizenéveseknek a munkáit azért nem egymás mellett fogjuk zsűrizni, de hát ugye a klasszikus felosztás van, polgári járművek, tehát ott autók, motorkerékpárok, harcjárművek, harckocsik, hajók, repülőgépek, figurák, diorámák. Külön kategóriákat tartunk ezeknek az asztali stratégiai játékosoknak, a wargémeseknek, mert szeretnénk egy hagyományt teremteni abból, hogy Miskolcon legyen egy olyan rendezvény, ahol a makettezők és a wargémesek, akik általában azért nem keverednek egymással, itt mégis egy helyen tudjanak szerepelni. Tehát rengeteg olyan kategória van, amit a wargémes kollégáknak szerveztünk, tehát ott meg ilyen fantasy szörnyetegeket lehet látni, kisebb hadseregeket, várakat, épületeket és ilyesmit. Nagyon sok, 40-45 kategóriánk van összesen. A zsűri tagok az ország különböző részeiről, de külföldről is érkeztek. Az Egyesület mindig igyekezett eredményes szakmai tapasztalattal rendelkező embereket felkérni a nemes feladatra, ugyanis független zsűrit akartak. Bátori Gábor szerint az értékelés nem túl szigorú, a zsűri tagok szemrevételezés alapján választják ki a díjazandó munkákat, és az alapján döntik el a sorrendet. A rendezvényen mindenki megtalálhatta a hobbiához szükséges eszközöket, kiegészítőket, festékeket és ecseteket is. A fesztivált a felnőttek és a kicsik egyaránt pozitívan értékelték, hiszen a gyerekek belecsöppentek egy igazi játékbirodalomba, a felnőttek pedig ismét gyermekeknek érezhették magukat. 12. alkalommal rendeztek esküvői kiállítást január 30-a és 31-e között a Papp László Budapest Sportarénában. A szervezők azt a célt tűzték ki, hogy megfelelő fórumot biztosítsanak a nagynapra készülő pároknak. Számos cég jelent meg január utolsó napjaiban a Sportarénában, hogy széles választékukkal biztosítani tudják a fiatal házasodni készülő pároknak azt, hogy álomesküvőjük megvalósuljon. 12 évvel ezelőtt az első esküvői kiállításon a szervezők csak a csarnok felét tudták megtölteni szolgáltatókkal, mostanra viszont már szűkösnek bizonyult az egész területe, ugyanis egyre szélesebb és szerteágazóbb a vállalkozók kínálata. A célunk ezzel a kiállítással az volt, amikor ezt létrehoztuk, hogy egy időben egy helyen mindent megtaláljanak a házasulandó párok, ami egy esküvő megszervezéséhez szükséges. Tehát itt láthatunk a ruháktól kezdve a zenéig, a fotósig, a videósig, ékszerészig, nászutas ajánlatokat találhatnak, rendezvényhelyszíneket, és a többi, és a többi. Úgyhogy a két napos eseményen én úgy gondolom, hogy mindent megtalálnak, ami ehhez szükséges nekik.
A kétnapos rendezvényen folyamatosan a színpadon különféle programokkal is kedveskedünk az ide látogatóknak, így láthatnak divatbemutatókat, smink és frizúra bemutatókat, de táncos és énekes produkciók is megtalálhatók, meg jó tanácsok esküvőszervezőktől esetleg, és hát természetesen a tombola is. Sok mennyasszony szeretné megtartani a csokrát az esküvő után, és vannak is jó módszerek arra, hogy kitartson, de a legjobb megoldás az, ha eleve olyan csokor készül, ami nem mehervadhat el. Az elmúlt években már hazánkban is egyre divatosabb az ékszert csokor. Másodszorra vagyunk itt, tavaly nagyon nagy sikerünk volt, akkor kezdtük el az ékszercsokrokat megismertetni a mennyasszonyokkal. Idén már egy kicsit jobb ajánlatokkal készültünk, hiszen az elmúlt egy évben megismertük a mennyasszonyok igényeit, úgyhogy most már egy nagyon jó kis rendelési módszert alakítottunk ki. Alapcsokrokkal készültünk, és erre lehet brossokat válogatni a mennyasszonyoknak. Tehát tulajdonképpen ezt az évet már úgy tervezzük, hogy ők megálmodják a csokrukat, kitalálják a színeket, kitalálják a formáját, összeválogatják rá a brossokat, én pedig tulajdonképpen csak megvalósítom a terveiket. Ez egy alapcsokor egyébként, amit a kezemben tartok, ez 19 000 forint, ebben a színeket ők határozzák meg. A ragasztott kristályok és a gyöngyök ajándékban vannak hozzá, korlátlan számban, tehát önmagában már felöltözteti a csokrot, de hát aki úgy szereti a csillogást, mint én, az még választ rá egy brost, mint például itt ezen egy darab bros van. Itt látszik azért valami a kínálatunkból, körülbelül negyede annak, amivel rendelkezünk, tehát ha akár színest, akár aranyfoglalatot, akár ezüstöset kér, minden kérést tudunk teljesíteni. Az élővirágot azt nem szeretnénk semmilyen módon helyettesíteni, tehát aki élővirágot szeretne, az egy határozott elképzelés, és ott valószínűleg nem is gondolkodnak ebben az örökcsokorban. Ennek a egyik legfontosabb jellemzője, hogy elteheti örökre. Minden csokorhoz adunk ajándékba egy tartót, amit a hátam mögött is látszik a csokrok alatt. Ezt fekete vagy fehér színben választhatja a megrendelő, hogy mit kér. Ezt utána ki lehet tenni a polcra otthon, lakásdekorációnak is. Tehát azért ez egy olyan emlék, amire az ember visszanéz, ott van a polcon, emlékezteti az esküvőre. Az elmúlt egy évben nagyon sok megrendelő volt, akiktől majd most szeretném bekérni a képeket, mert jelezték, hogy ha érkezik hozzájuk valaki vendégségbe, akkor is mindig mindenki rámutat, hogy az ott mi a polcon. Tehát talán ez a legszebb benne, hogy el lehet tenni, nem kell szárítgatni, illetve olyan színekkel tudunk dolgozni, amik a természetben nem mindig megtalálhatóak, de passzolnak az elképzelésekhez. Az aráknak a tökéletes ruha kiválasztása a legfontosabb. A kiállításon mennyasszonyi, koszorús lány és kísérő ruha bemutató várta az arénába látogatókat. Idén a hölgyeknek kedveztek a szervezők, az előző évekhez képest jóval több esküvői ruhaszalon várta a látogatókat a mai trendekkel, csipkékkel, tüllökkel és finom ízléses vagy akár egyedi extravagáns ruhakölteményekkel. Ez egy teljesen egyedi tervezésű és készítésű mennyasszonyi ruha. Azt hivatott bemutatni, hogy mennyire egyedi és különleges az haute couture szabászat, amit én képviselek a munkáim által. Ezt a textilt így nem lehet így, ahogy van megtalálni üzletben. Ezt magam képeztem ki, hogy ilyen legyen a rojtokat és minden egyéb részletét a textúrájának. És természetesen az apró részletek is teljesen egyediek. Ez a legfontosabb talán, amit el kell róla mondani, kézzel készített szinte az egész, tehát csak az alapok vannak géppel levarva, úgyhogy ezért ilyen különleges. Amit én hozzá tudok tenni már egy elképzeléshez, az az, hogy elmondom, hogy stílus az összeillik-e, esetleg két különböző stílust hogyan tudunk összehozni, úgyhogy az ne üsse egyik a másikat, illik-e a mennyasszonyhoz ez, tehát mindig beszélgetek velük egy jó másfél órát, mielőtt bármit is rajzolnék, anyagokat választunk hozzá, mert nagyon sokszor az elképzeléshez nem megfelelő anyagot szeretnének. Ezért kiválasztjuk együtt az anyagot, melyik a legjobb hozzá, csipkéket, különböző kiegészítőket, amire ők nem is gondolnának. A jó cipő mindig fontos, nem csak hétköznap, hanem alkalomra is, hiszen gyakorlatilag megelőzi a deformált lábat. A mennyasszonyoknak a komfortérzet a legfontosabb, ugyanis reggeltől estig talpon vannak, így nem mindegy, hogy milyen lábbelit választanak ki a kitűzött dátumra. Gyakorlatilag csak női cipővel foglalkozunk, a női cipőből is csak a most jelen pillanatban az esküvői cipőt hoztuk ki, bár hétköznapi cipőket is forgalmazunk. A 2016 trendje a csipkecipő, a strass, a Swarovski kristályos cipő, és gyakorlatilag a letisztult formák. Van platformos cipőnk, amely 11 cm sarokmagassággal bír, és abból 1 cm a platformunk. Van előnyitott, van zárt megoldása,
ezek a kövek ékszercipőnek mondjuk gyakorlatilag, mert ez a motívum visszaköszönhet a ruhán is. Van Strassos cipőnk, ez egy nagyon közkedvelt márka, a Rosa Scent, 9 cm-es sarokmagassággal, 1 cm-es platformmal, gyakorlatilag a fehér szín az egy nagyon szép és domináns szín. Körülbelül olyan 50-50%-ba adunk el fehér és ivory cipőket. Nagyon különleges modellje a csipke. A női csipke mennyasszonyi ruha nagyon divatos most, és ehhez tudjuk ajánlani ezt a csipkével és strasszal díszített női cipőt. A másik pedig bokapántos, ami szintén csipkéből készül, 11 cm-es sarokmagassága és 1 cm-es rejtett platformban benne. A biztonságos járás pedig a bokapánt, amely szabályozható, ez egy nagyon stabil járást biztosít. Reggeltől estig lehet hordani ezt a cipőt, mert zselé talbetét van a belső részén gyakorlatilag bélésként megoldva. Sokszor nagy dilemma a pároknál az esküvői zene kiválasztása, a násznép ugyanis bulizni, táncolni szeretne a különleges eseményen. A ceremóniát követő ünnepi vacsora után a szórakozási a főszerep, amihez mindenképpen szükség van egy olyan zenekarra, DJ-re vagy előadóra, aki megfelelő hangulatot tud teremteni az est további részében. A kis anyát csóján a csoti tenyérvel, hozz jó volt, amit a pamád imád, aztán hadd csókolja meg a hangos pici szád. A folytatásnak az lesz az ára, ha legény gumit húz a faszekerére. A magyar ember kalapot tesz fejére, a szvári vallat üsténkedő nejére. Asszony gyorsan gyere be, te mostad a főztöttől lefogad. Talán áll a tiszta, ingottan, de lehogysa szimplán. A legnépszerűbb választás manapság az esküvői zenekar, ám egyre nagyobb teret hódít az esküvői DJ szolgáltatás is. A lemezlovas a násznép összetételének megfelelően alakíthatja a számokat eredeti hangzásban, és repertoárja gyakorlatilag végtelen. Én esküvői DJ vagyok, illetve ceremóniamester, bár azt annyira nem hangsúlyozom, én inkább esküvői DJ-ként szeretnék részt venni az esküvőkön. A zenekar és a DJ között óriási a különbség, nyilván már a korosztály is meghatározza ezt, de a legfontosabb talán az, hogy a zenei repertoárom nekem végtelen, míg a zenekarnak sajnos kötött ez a történet. Én nem akarom igazából visszaadni a zenekari hangzást, mert nem tudom, az a zenekar privilégiuma. Én esküvői DJ-ként a diszkó hangulatot és a retro party hangulatot szeretném ide varázsolni. Technikailag egy nagyon-nagyon modern és mindig naprakész felkészült technikával érkezem, mind hangban, mind fénytechnikában. Tényleg nagyon exkluzív dolgokról van itt szó. Mindig a legmodernebb technikával érkezem, bármilyen színűre például meg tudom színezni a helyszín falát, vagy éppenséggel lézersót csinálok, nyilván füstgépet használok. Zeneileg pedig hát abszolút diszkóérzés. Az idei esküvői kiállítás nagy népszerűségnek örvendett a fiatal párok körében, a szervezők pedig már most készülnek a jövő évi rendezvényre. Tarcalon a Hat Puttonyos Borfaluban január 28-e és 31-e között nemzetközi sakversenyt rendeztek. A rangos megmérettetésre előzetesen 104-en neveztek, azonban 91-en ültek saktáblához. A verseny célja elsősorban Tarcal és a sak népszerűsítése volt és nemzetközi élőpont szerzése. Az első Tarcal Open tavalyi sikerén felbuzdulva a Borsodabói Zemplén megyei Sakszövetség és Tarcal község önkormányzata idén második alkalommal is közösen szervezte meg a nemzetközi sakversenyt. A helyi borfalu nagy termét a logikai sporták képviselői és hozzátartozóik népesítették be. A négy napos pénzdíjazásos megmérettetésen hétforduló svájci rendszerben mérték össze tudásukat a résztvevők azért, hogy eldöntsék, kik lesznek a találkozó legjobbjai. A sak népszerűsítése mellett Tarcal község nevezetességeinek, értékeinek a bemutatását is célul tűzték ki, remélve azt, hogy ezzel a rendezvénnyel tovább öregbíthetik a Tokaj-hegyaljai város hírnevét.
2014. novemberében 6. alkalommal rendezték meg településünkön egy szenior sakversenyt, amit a Borsodabolyi Zemplén megyei sakszövetség szervezett, és olyan jó visszhangjai voltak mindig ezeknek a versenyeknek, hogy Döme Aladeár, a Borsodabolyi Zemplén megyei sakszövetség elnök és Galkó Tibor főtitkár úr megkérdezték, hogy olyan gyönyörű ez a település, ez az épület is, hogy mit szólnánk hozzá, hogy a településünkre megszerveznének egy nemzetközi sakversenyt. Csak egy óra hosszát gondolkodtunk rá, örömmel rábólintottunk erre a felkérésre, és a tavaly éven, 2015. februárjában megrendeztük azt az első Tarcal Open nemzetközi sakversenyt. Gondolkodtunk, hogy hogy tehetnénk vonzóvá egy településen egy ilyen nemzetközi versenyt, és úgy gondoltuk, hogy meghívtuk Almási Zoltánt, hogy legyen egy neve is a versenynek. Ő játszott egy 20 táblás szimultánt a negyedik forduló után. Tavaly éven 59-en fogadták el a meghívást a versenyünkre, és nagy örömünkre ezen az éven 103 előnevező közül 94-en el is jöttek az idei versenyünkre, ami most már 5 országból hozott versenyzőket, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia és magyar versenyzők vannak a mostani versenyünkön. Eddig úgy tapasztaltuk, hogy nagyon nagy sikere van az idei versenynek is, és reméljük, hogy jövőre még többen fognak részt venni ezen a versenyen. Ez nagyon sokat jelent településünknek, mert eddig Tokaj-hegyalja borászatáról volt híres, és akkor ezzel a sakversenyen úgy gondoljuk, hogy most már úgy a sportterén is egy kicsit előrébb araszolunk. Sport, borászat, és azon kívül még sokan, akik itt jártok, most már tudják, hogy a zarándok turizmusnak is a gyökereit meg akarjuk találni, hiszen felállítottunk egy 8,5 méter magas szobrot, ahol most a versenyzők közül is sokan fellátogattak, és nagy örömmel és csodálattal beszéltek róla. A Borsodabolyi Zemplén megyei sakszövetség főtitkára szerint idén is erős volt a mezőnye a második Tarcal Open nemzetközi versenynek, hiszen Magyarország mellett 4 országból, Ausztriából, Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából is érkeztek a sportolók. A résztvevők a versenybíró szerint szabályosan játszottak, betartva az előírásokat. Ez a második Tarcal Open nemzetközi verseny. 4 országból érkeztek 94 fő, ebből 3 nemzetközi mester, és 12 fidemester van. Hát amit lehet róla tudni, tavaly is már nagyon színvonalas volt, egy kicsit meg volt spékelve, úgymond Almási Zoltán nagymesterünk szimultánjával, egy kis figyelemfelkeltés véget, és része a Chess in the City 2016-os sorozatnak, amely pedig része a 2015-20-as Chess in the City sorozatnak, amelyet a megyei sakszövetség, illetve Borsod megye polgármesterei, mint egy 10-12 polgármester írt alá tavaly szerencsén a Rákóczi várba. Ez egy olyan szerződés, ami biztosítja azt, hogy az adott területen, adott városban bizonyos polgármester által felajánlott összegért mi, megyei sakszövetség, rendezünk egy nemzetközi versenyt. Beszéltek bátran összegekről is, tehát minimum 150 ezerről van szó, és ez mehet a csillagos égig. Tavaly Berentén volt július végén az első verseny, és akkor jött egy megaverseny Tiszói városban, amely több mint 1 millió díjazás volt, és most 2016-ban ez az első indító verseny. De már az Avas Open, illetve a Szikszói verseny is, hogy mondják egy kis előzetest, terben van. Rengeteg szabály van, egy ilyen mintegy 28 oldalon taklalja a FIDE. Végülis a bíró akkor jó, hogyha nem vesz észre senki, de botrány sincs, mert ezt kell valahogy betartani kettő között. És hát csak olyanok indulhatnak, aki a Nemzetközi Sakszövetség tagja, befizette a tagdíjat, illetve egy FRD-t, a külföldiek azt jelenti, hogy Magyarországon csak akkor játszhatnak, hogyha be van fizetve, ez az FRD, ez egy évre szól, és akkor utána egy évig játszhatnak. Hát a nemzetközi értékszám szerző, és bizony itt minden egyes partimban eldőlhet, hogy egy bizonyos szorzó között mennyi élőt bukik vagy nyer az illető. A Borsodabolyi Zemplén megyei közgyűlés elnöke a község polgármesterének meghívására érkezett a rangos eseményre, aki szerint nagyon fontos, hogy még több fiatal megismerje ezt a szabadidős tevékenységet, amely fejleszti a tervszerű, logikus gondolkodást, valamint a koncentrációs és emlékező képességet.
Polgármester úr meghívására érkeztem a mai sakkversenyre. Tavalyi év után így már a második alkalommal kerül megrendezésre ez a nemzetközi sakkverseny. Azt gondolom, rendkívül fontos, hogy minden település életében legyen egy olyan rendezvény, ahol meg tudja magát mutatni. Meg tudja magát mutatni nem csak a helyieknek, hanem a külföldieknek is. A mai rendezvény pedig erről szól. Ugyebár egy többnapos rendezvényről beszélünk, tegnapi nap folyamán érkeztek a vendégek, itt aludtak 94-en, végül is eljöttek erre a versenyre. Azt gondolom, hogy jó hírét viszik a településnek, és igazából az lenne a cél, minél több települése Borsod-Bajor-Zemplén megyének foglalkozzon a sporttal, hisz ezáltal turisztikát lehet ide vonzani. A mezőny egy részét a fiatalok alkotják természetesen. Mondhatjuk azt, hogy több fiatal kellene. Maga a sakksportág az nem annyira a fiatalok körében kedvelt. Egy picit később meg kell érni az embernek arra, hogy igazából a sakkhoz jó értelemben szakembere és mestere legyen. A legeredményesebb játékosok pénz- és tárgyjutalomban részesültek, amelyet a megyei közgyűlés elnökétől és Tarcal polgármesterétől vehettek át. A tervek között szerepel, hogy a jövő évben ismét megrendezik a rangos nemzetközi sakkversenyt a Tokaj-hegyaljai településen, Tarcalon. Lezárult a Makmarci táján című pályázat a Tájai Általános Iskolában január 28-án. A projektzáró rendezvényen értékelték az elmúlt évet és felelevenítették az izgalmas programokat. Egészen a projektnyitó rendezvénytől a pályázat lezárásáig foglalta össze a Makmarci táján című program legemlékezetesebb pillanatait Sallai Anett projektmenedzser. Már az első nap közös tornával, triál bemutatóval, vetélkedővel és egyenpólók átadásával telt. A pedagógusok az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettek a környezeti nevelésre, a környezetvédelemre és az egészséges életmódra. A projektmenedzser szerint nagyon tartalmas és izgalmas programokban vettek részt a diákok. De nem csak a tanulóknak kedveztek, a tanítóknak is lehetőségük volt arra, hogy szakmai továbbképzések segítségével bővíthessék tudásukat. A pályázat keretében több eszközt is beszereztek. Ez egy támapos pályázat, ami azt jelenti, hogy Európai Uniós forrásból valósult meg, 12 millió forintot nyertünk, a teljes összeget sikerült felhasználnunk, a pontos összeget. A pályázatnak az volt a lényege, hogy a gyerekeknek a környezettudatosság, az egészséges életmód és a környezetvédelem témakörében minél több plusz új ismeretet adjunk, valamint ehhez kapcsolódóan programokat próbáltunk nekik megvalósítani, illetve az eszközbeszerzések is ehhez a témakörhöz kapcsolódtak. 20 darab biciklit sikerült beszereznünk a pályázatból, mobil kresszparkkal rendelkezünk, ami szerint, amit a környéken mindenképpen egyedülálló, valamint a pedagógusok két továbbképzésen, családpedagógián és környezettudatosságon vettek részt. Mivel mi ökoiskolaként is működünk, tehát nálunk kiemelt fontossága van a környezeti nevelésnek, mint tantárgynak vagy mint témakörnek, és mindent ugye e köré építettünk fel, és mi azt szerettük volna, hogyha a gyerekeink a tantárgyi tudás mellett olyan lehetőségeket kapnak, ahol tapasztalati úton szerezhetik meg a tudásukat, mert hogy az talán sikeresebb és jobban megmarad egy-egy élmény kapcsán, vagy egy-egy emlék kapcsán, mint az, amikor kiáll a pedagógus és elmondja a tanítási órán, amit ő gondol. Az intézmény vezetősége 2015-ben több kirándulást is szervezett a gyerekeknek, akik ellátogattak többek között a Nyíregyházi Állatparkba is. Három alkalommal bábszínházi, valamint színházi előadásokkal elégítették ki a nebulók kultúra iránti igényét. A diákok kresznapon, kresszakkörön és akadályversenyen is részt vettek. Ráadásul egy profi ökölvívóval, Erdei Zsolttal is találkozhattak. Az iskola nagy jelentőséget tulajdonít az egészséges életmód mellett a természettudománynak is, ezért különböző aktív és egyben ismeretterjesztő programmal keltették fel a tanítványok kíváncsiságát. Az erdei táborban a felső tagozat valamennyi tanulója részt vett, ahol mindamellett, hogy mentálhigiénés és tréningeket tartottak a fiataloknak, környezettudatos ismereteiket is bővíthették. Egy örvendetes, ragyogó, régi és remélem hosszabb távra érvényesülő munkakapcsolat alakult ki közöttünk. Az erdészeti erdei iskolák programjába igyekeztünk beilleszteni a megye szinte valamennyi településének iskoláját.
Az előző években nagyon sokat magunkat ajánlottuk, ez egy külön bemutatkozó program, amit az Északerdő honlapján esetleg meg is tekinthetnek az érdeklődők, ajánlom szíves figyelmükbe is, és ennek kapcsán kerültünk össze a Tájai iskolával is pályázati konstrukciós együttműködés formájában, de természetesen nem titkolom, hogy 33 éve élek itt a településen, és szívügyem a Tájai iskola is. Egynapos programokat is szerveztünk Erdei iskoláimban, elsősorban a Csanyékban, ott Miskolc mellett, és több napos tábori formát is megvalósítottam többször már az elmúlt 2-3 év során a Varbó Fónadsági Bagolyvárban. Természetesen mindenfajta lehetőséget megragadunk, amivel a gyerekeket ugye eljuthatjuk az erdészeti erdei iskolák foglalkozásaira. Ragyogó pedagógusok készítettek elő most már több pályázati konstrukciót itt ebben az iskolában, és a megye más iskoláiban is, és ezeknek kapcsán meg egyéb megoldásokkal is igyekszünk őket minél gyakrabban fogadni. A visszaemlékezést követően a Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola jutalomnapot tartott a diákoknak az eddigi sikeres együttműködésért. Az Észak-Erdő ZRT képviselői, Rencsiné Ág Márta, valamint két munkatársa az erdő és a természet varázsát csalta elő a növendékekben. Molnár Nikoletta előadást tartott az év madaráról és az év fájáról, amit a kicsik csendben figyelemmel kísértek végig. A bemutatót az alsó és felső tagozatos tanulók játékos természetismereti vetélkedője követte. A Zempléni Árpád általános iskola és alapfokú művészeti iskolában a tantestület rengeteg pozitív visszajelzést kapott a kisiskolásoktól, így Újné Muhi Melinda, az iskola igazgatója pozitívan értékelte a tavalyi év eredményeit. A rendezvény végén az intézmény vezetője megköszönte a gyerekek lelkesedését és büszkeségét fejezte ki a tanárok munkáját illetően. Az Országos Meteorológiai Szolgálat miskolci veszélyjelző és szolgáltató iroda tájékoztatása szerint adáskörzetünkben hétfőn megvastagszik, kedden vékonyodik, szakadozik a felhőzet, kisebb eső, zápor is lesz, több-kevesebb napsütés mindenütt várható. A hét közepétől gyakran beborul az ég, esőre a hegyekben havas esőre is kell számítani, és ismét visszaesik néhány fokkal a hőmérséklet. Reggelre általában plusz 4 Celsius fokig csökken a hőmérséklet, napközben 10 fokig melegszik a levegő. A térségben melegfronti hatásra kell számítani. Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti magazin műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb február 14-én várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs Rákóczi út 43 szám, telefonszámunk 47-es körzet 361-156, e-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. A Globa Háttér című műsorban a Bekecsi Barkócziné Éva készítette el az első Globofánkot. A nézők a bevásárlástól a szétosztáson át az elfogyasztásig minden nagyobb mérföldkűről információt kaphatnak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!